Tehát az előadásom címe Reziliens társadalom. A reziliencia egy olyan fogalom, amit elég nehezen szoktunk tudni ugye értelmezni, de hát aki valamilyen természettudományokat vagy mérnöktudományokat tanult, az ugye általában egyfajta rugalmas ellenállási képességként szokta értelmezni. Tágabban persze a reziliencia valamilyen rendszernek, legyen az egyén, vagy szervezet, vagy egy ökoszisztéma, vagy bármilyen anyagfajta, hogy az a képessége, hogy egy erőteljes, megújuló, vagy akár sokszerű külső hatásokhoz sikeresen alkalmazkodik. A pszichológiában egyfajta tulajdonságot jelent, amely, vagy képességet, hogy az ember gyorsan vissza tudja nyerni eredeti jó állapotát, testi-lelki szenvedés, vagy nehéz élethelyzetek átélése után. A klasszikusan, mint mondtam, ugye a mérnöktudományokban a rezilienciát valamilyen rugalmas alakváltozásra szokták hasonlítani, bár itten kiemelném, ugye, hogy a reziliencia nem egyenlő ezzel a rugalmas alakváltozással. A mechanikában föl szoktunk rajzolni egy ilyen szakító diagramot, ahol világosan látszik, hogy a diagramon lévő első szakasz, ugye a test igénybevétele egy erő hatására, a test megnyúlik, de ha az igénybevételt ebben a bizonyos pontban abba hagyjuk, akkor a test visszanyeri tulajdonképpen eredeti méretét. Ha folytatjuk az igénybevételt, akkor megvalósul egy úgynevezett folyási jelenség, a test elvékonyodik, és érdekes módon egyébként utána még nagyobb lesz a szilárdsága egy bizonyos belső rendeződés miatt, ahol aztán a végén az anyag eltörik, de ha ebben a pontban megszüntetem a létrehozó hatást, már nem fogja visszanyerni az eredeti alakját. Tehát a rezilienciát általában azt szoktuk mondani, hogy addig tart, amíg a testet anyagot érő sok hatás megszünte után, visszáll eredeti állapotába. Gondoljuk meg, hogy mi történne mondjuk egy autógumival, hogyha a eszméletlen igénybevételnek van kitéve, miközben szaladunk vele egy autópályán. Ha megváltozna, maradó alakváltozást szenvedne. Tehát tulajdonképpen a mechanikában ez annyit jelent, hogy visszaalakul eredeti állapotába. Az autógumitól azt várjuk el, hogy az őt ért igénybevételek hatására ne változzanak meg a tulajdonságai, nyerje vissza minden egyes körforgás után az eredeti alakját. Ha nem ez történne, akkor ugye nagy problémák lennének. Ha nézzük itt ezeket ezt a kis ábrát a rugalmas alakváltozásra, ugye van a kezdeti állapot, terhelve megnyúlnak a kötések, amikor termentesítettük, akkor visszáll az eredeti állapot. Tulajdonképpen, ha nem rugalmas az alakváltozás, hanem képlékeny, tehát hogy meg akarjuk munkálni az anyagot, akkor nagyobb igénybevételnek tesszük ki, de akkor elveszíti tulajdonképpen az eredeti alakját, egy irreverzibilis változás jön létre, és nyilvánvaló, hogy ezt az irreverzibilis változást már nem tekinthetjük ugye reziliensnek, rugalmasnak. De mikor azt mondom, hogy minket érdeklő reziliencia, az nem arról szól, hogy visszanyerje az eredeti alakját, vagy eredeti állapotát, hanem arról szól, hogy kerülhet egy másik állapotba, de ennek a másik állapotnak is egy jó állapotnak kell lennie, ennek a másik állapotnak is fenntarthatónak kell lennie. Nagyon szépen írja le ezt a reziliencia jelenségét Juhász Nagy Pál, ugye egy ökológus, aki sajnos már nem él, de ő volt talán az első, aki Magyarországon ugye ökológiával foglalkozott, a természettel, mint rendszerrel, és ő például ugye annak idején 1984-ben leírta, hogy ugye a Kis-Balatonra azért van szükség, akkor éppen lecsapolták, addigra már lecsapolták, ugye azért van szükség, mert tulajdonképpen egy tó a belejövő folyókat, ez esetben az alapatakot, abban lévő mindenféle szennyeződéseket valamilyen módon kezelnie kell,
valamikor régen a Kis-Balaton ezt úgy kezelte, hogy a belejövő szennyeződéseket az eszméletlen nagy növényi vegetáció megtisztította, részben lerakta a folyónak a folyása, lelassult, lerakta az üledékeit, és a növények pedig felhasználták a benne lévő nitrogén, foszfor, és ennek következtében magába a Balatonba, a Keszthelyi öbölbe már tiszta víz áramlott. Most azt mondta, ugye, vagy írja a Juhász Nagy Pál, hogy tulajdonképpen, ha belemegy a mocsok, most már nem a Kis Balatonban, mert azt ugye annak idején éppen lecsapolták, szerencsére azóta visszaállították, akkor a Keszthelyi öbölből kezd kialakulni egyfajta Kis Balaton funkciókat betöltő valami, mert a természet próbálja ugye kompenzálni azt, amit az ember tönkretett. Miért? Mert tulajdonképpen a természetben ez a reziliencia létezik, és ez annyit jelent, hogy a Kis Balaton helyett a Keszthelyi öbölben kezd el mindenféle algásodás, mindenféle eutrofizáció végbe menni, hogy aztán a tónak a nagyobbik részét megóvja tulajdonképpen attól a szennyezéstől, ami az alapatakon keresztül megy a tóba. Na most ez a nyilvánvaló egy nagyon bonyolult rendszerről van szó, és nem az az egyszerű történet, mint amit ugye a mechanikai előbbi ábrán láttunk, hanem egy élő rendszernek az alkalmazkodó képessége az ugye nagyon nagy. Tehát amikor azt mondjuk, hogy reziliensnek kellene lenni a világnak, akkor nem annyira ezt a rugalmasságot kellene ugye kiemelnünk, hanem az alkalmazkodó képességet, az adaptabilitást, a tartós, fenntartható létet, hogy regenerálódik valamilyen formában, nem biztos, hogy visszaáll eredeti állapotában, mint amit a Amerikában megszoktunk, hanem megváltozik, de ez a megváltozott állapot így stabil, értelmes, újra alakulni, alkalmazkodni képes állapottá válik. Most a társadalmi-gazdasági rendszerek esetében gyakorlatilag ez az alkalmazkodó képesség, ugye, ami a természetben évmilliók során létrejött, ugye nem volnának alkalmazkodó képesek, ha nem tudnának megújulni, regenerálódni, akkor nyilvánvaló egyébként, hogy mindenféle beavatkozás, akár természeti katasztrófa, akár ember alkotta beavatkozás, ugye a végét jelenteni ezeknek a rendszereknek. Tehát ez a természetben létező ugye alkalmazkodó képesség, adaptációs képesség, ez meg kell, hogy legyen a társadalomban is, de a társadalomban ennek a lehetőségét ugye azt teremti meg, hogyha a bizonyos feltételeket ugye teljesíteni tudunk. Tehát itt most ugye felsoroljuk, hogy mi határozza meg a társadalmi-gazdasági rendszerek alkalmazkodó képességét vagy rezilienciáját. Az egyik például a társadalmi tőkének a minősége. És ebben ugye két dolog van, hogy milyen a vezetésnek a színvonala, és hogy van-e bizalom a társadalomban. Az ASZ-ban volt egy konferencia már a bizalomról. Nem elég egyébként, hogy kiváló vezetők vannak. Ha az emberek nem bíznak bennük, akkor a vezetésnek a iránymutatása gyakorlatilag nem fog megvalósulni. De szükség van ehhez nyilvánvaló, hogy az emberi tőke, ha lehet ilyet mondani, nem túlságosan szeretjük az embert, vagy a humán tőkét ugye emlegetjük, de mindenképpen ugye arról van szó, ezért teszem ugye idézőbe, hogy milyen a minősége az embereknek, és mennyien vannak, milyen a képzettségük, milyen a neveltetésük, van-e egyáltalán családban nőttek föl, vagy valamilyen szerencsétlenség folytán nem, milyen a fizikai és milyen a mentális egészségük, ez rengeteg tényezőnek a függvénye, de nyilvánvaló egyébként, hogy nem elég, hogy milyen a vezetés, de nagyon fontos, hogy milyenek az emberek. Ha jól felkészültek, ha képesek váratlan helyzetekben megfelelően reagálni, ha egészségesek, nem esnek pánikba, nem esnek kétségbe, akkor ez tulajdonképpen alkalmazkodóbbá teszi a rendszert, és erre lehet az embereket nevelni.
Fontos természetesen az is, hogy vannak-e és milyenek a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások, hogyha esetleg valahol hirtelen valamilyen probléma lesz, lásd most például a vírus elleni védekezést, van-e a társadalomban mozgósítható anyagi erőforrás, amivel gyakorlatilag esetleg a hiányzó képességeket létre lehet hozni. Milyen a természeti tőke nagysága és minősége, és nagyon érdekes, amit az emberek általában nem gondolnának, hogy szükség van egy egymással érintkező és átfedő intézményrendszerekre. Általában nagyon szeretjük egyébként, hogyha az intézményrendszerek nem fednek át, mindenkinek világos, hogy mi a feladata, de valóságban nagy szükség van arra, hogy ne csak egy intézmény legyen felelős egy területért, ne csak neki legyenek információi az adott terület működéséről, az átfedő és érintkező intézményrendszerek kellenek, amelyek együttműködnek annak érdekében, hogy a rendszer stabil legyen és alkalmazkodó képes legyen. És egy nagyon fontos kérdés, ugye az élethosszig tartó tanulásnak a lehetősége. Ne gondolja senki azt, hogy befejezte az egyetemet, és akkor már mindent tud. Folyamatosan a változáshoz alkalmazkodni kell az embereknek, hogy a humán erőforrások megfelelő ugye, fizikai és mentális állapotban lehessenek. Egy nagyon fontos kérdés az úgynevezett azonnali visszacsatolások biztosítása. Tehát, hogy lássuk, hogy a cselekedeteinknek ugye mi lesz a következménye, meg kell tudnunk kapni hozzá az információkat. Ha elindulunk rossz irányba, akkor tudnunk kell, hogy rossz irányba haladunk, és esetleg változtatni tudjunk rajta. Ez nem olyan egyszerű egyébként, mert nagyon gyakran projektekben gondolkodunk, nagyon gyakran ciklusokban, választási ciklusokban gondolkodunk, és a változtatásokra, ezért a visszacsatolásokra nem feltétlenül van azonnal lehetőségünk, márpedig nagy szükség lenne rá. Egy másik nagyon fontos kérdés, hogy a politika figyelmét a lassú változásokra és felhalmozódásokra kell irányítani. Ez nagyon érdekes, gyakorlatilag a természettudományokban tudjuk, hogy általában nem az a baj egyébként, hogy mondjuk például az a széndioxid, amit éppen ugye kibocsátanak a fosszilis energiahordozókban, energiatermelés során, hogy az, amit éppen most kibocsátanak, az okoz problémákat, hogy folyamatosan kibocsátják, és felhalmozódik a környezetbe, és akkor ebből lesznek ugye klíma problémáim. A legtöbb gond azzal van, hogy ha valami állandóan történik, de lassan, akkor nem vesszük észre. Nem jövünk rá, hogy az a változás gyakorlatilag ugye milyen hatásokkal lesz ránk. Például arra sem jövünk rá, hogy milyen hatással van ránk az, hogyha valamit például a nevelésünkből, vagy neveltetésünkből, iskolarendszerünkből, az egészségügyünkből valami kimarad. Aki dohányzik, az ugye lassan öli meg magát, aki rossz élelmiszereket vesz magához, az is lassan teszi tönkre az egészségét, de így van ez egyébként a társadalommal is, hogy szépen lassacskán elindulunk valami, azt gondoljuk, hogy az még nem számít, nem baj, ha fölörlődnek erkölcsi gátlásaink, de egyébként, hogyha szépen lassan ez az erózió, erodálódás végbe megy, akkor a társadalom nem lesz képes utána már ugye alkalmazkodni a változásokhoz, elveszíti ezt a bizonyos rugalmas vagy reziliens tulajdonságait. Érdekes módon ugye szükség lenne a magán és a köztulajdon megfelelő arányára. Általában különféle társadalmi-gazdasági rendszerek belestek abba a hibába, hogy az egyik a magántulajdonot, a másik a társadalmi tulajdonot preferálja. Mind a kettőre szükség van, tehát valószínű például, hogy egy reziliens társadalomban a közszolgáltatások azok állami, vagy köztulajdonban kellene, hogy legyenek erdők, kell, hogy legyenek parkok, nemzeti parkok, amik köztulajdonban vannak, és persze kell a magántulajdon is bizonyos feladatok ellátására. Ennek egy megfelelő aránya kívánatos, az egyeduralkodás, az ugye a rezilienciát, az alkalmazkodó képességet alássa. Fontos lenne, hogy a csalókat megbüntessük, és ennél is fontosabb, hogy a csalókat a társadalom megvesse, elítélje. Tehát ha belegondolunk egyébként, hogy ha szolidárisak vagyunk azokkal, akik viccelnek a vonaton vagy a villamoson, az alássa a társadalomnak a kohézióját.
Tehát a csalókat nem elég, hogy hogy a törvény üldözi, az embereknek is ugye megvetéssel kell viszonyulni azok iránt, akik csalnak. Ismét ugye fontos lenne, hogy ez az átfedő intézményrendszerek, ha az egyik intézményrendszer csődöt mond, legyen egy másik intézményrendszer, ami a problémát észreveszi, és gyakorlatilag segít megoldani. Fontos lenne, hogy a társadalom és a természetnek a harmonikus együttléte érdekében, hogy a be nem árazott ökoszisztéma szolgáltatásokat is meg kéne jeleníteni valóban a fejlesztési javaslatokban. Tehát nem lenne baj, hogyha, sőt fontos lenne, hogy amikor autópályát építünk, amikor valahol egy zöldmező beruházást tartunk végre, tudnunk kell, hogy ott pusztítjuk a természetet, és az elpusztított természet által nyújtott szolgáltatásokat is valamilyen módon kompenzálni kellene a hasznából annak a beruházásnak. Nagyon fontos lenne, hogy a változások iránt nyitottak legyünk, tehát egy innovációkat és kísérleteket támogató légkör kell, hogy áthassa azt a társadalmat, amelyik alkalmazkodni lesz képes, és ez gyakorlatilag nem olyan egyszerű történet, tehát tulajdonképpen változtatunk, de nem minden áron, de nyitottak vagyunk az új iránt, és legalább kísérleti fázisban engedjük ugye a tudományt érvényesülni, hogy a sokféle innovációból ki lehessen választani azokat, amelyek tényleg a társadalmi javát szolgálja. És nagyon fontos ugye egy elkötelezettség és gyors válasz a jelentős nagyságrendi hatásokra. Tehát észre kell venni azokat a változásokat, amelyek radikálisan alakítják át a világunkat, és esetleg pozitív, vagy esetleg negatív irányba visznek bennünket. Ha ezeket a társadalom nem képes felismerni, akkor az a rezilienciát csökkenti. Tehát tulajdonképpen ugye azzal foglalnám össze a mondandómat, hogy a krízisekre tulajdonképpen lehetőségként kellene tekinteni, és mert minden krízis ugye a gondolkodásmódot változtatja meg, és a gondolkodásmódnak lehet egy előremutató, az átalakulás irányába vívő mozgató ereje. És ha itt látjuk ugye a különféle, ez a kis labda gurul a különféle kis hullám hegyeken meg völgyeken, a reziliens, stabil állapotok több helyen is előfordulnak, de természetes, hogy ezekből elmozdulunk. Tehát a reziliencia nem azt jelenti, hogy változatlanság, hanem azt jelenti, hogy permanens változás, de olyan változás, amely kecsegtet mindig azzal a lehetőséggel, hogy jó állapotba tudjunk újra és újra kerülni. Ezzel fejezném be az előadásomat, és köszönöm, hogy meghallgattak.